A megcsúfolt farkas Volt egyszer egy ember. Annak az embernek volt egy kocája, egy kosa, meg egy lova. De nem becsülte meg őket, egész télen enni sem adott nekik. Tavaszra úgy lesaványodott a három szegény pára, hogy zörgött a csontjuk, lötyögött a bőrük. Az ember kicsapta őket a kapon, s nagymérgesen azt mondta, Eredjetek, hadd egyen meg benneteket a farkas, miért nem híztatok meg télen? De hisz, híztak volna örömest, de ha egyszer nem kaptak enni. Egy farkas épp ott ólálkodott a ház sarkában. A ló ment legelől, a farkas elébe szökkent, és így szólt. Hadd egyelek meg, te ló, hisz a gazdád úgy is nekem szánt. Ha éppen akarsz, megehetsz, felelt a ló. De nem sok örömed lesz bennem. Csupa csont és bőr vagyok. Ha nem most fölmegyek, a hegyi legelőre, ott legelészem egész nyáron, s úgy meghízom, hogy majd meglátod, milyen jót falsz belőlem amikor visszatérek. Így hát útjára bocsátotta a farkas a lovat. Ekkor kifordult a kapuból a koca. A farkas őt is megállította. Hadd egyelek meg, te koca, hisz a gazdád úgy is nekem szánt. Ugyan már, farkas koma, mit akarsz enni rajtam? kérdezte a koca. Hát nem látod, hogy csupa csont meg bőr vagyok? hanem várj őszig. Addig a hegyi legelőn jól meghízom. Amikor ősszel megeszel, meglátod, milyen jót falsz majd belőlem. A farkas a kocát is útjára bocsátotta. És ekkor jött a kos. A farkas annak is elébe ugrott, s mondja neki. Hadd egyelek meg, te kos! hisz a úgy is nekem szánt. Ejnye, farkas koma, csont és bőr vagyok, velem ugyan nem laknál most jól, felelte a kos. De tudod mit? Most fölmegyek a hegyi legelőre, ott jól meghízom, s meglátod, milyen jól falsz majd belőlem ősszel. A farkas a kost is útjára bocsátotta. Maga pedig egész nyáron nem evett, a nagy őszi lakomára készülődött, álmában a szája szélét nyalogatta, mert hol a kövérlóról, hol a kövérkosról álmodott, hol meg a kocáról. Beköszöntött az ősz. A farkas egy bokor alá húzódott, s éjségében nagy izgalommal találgatta, Kit vett útjába a szerencse. Elsőnek a koca kocogott le a hegyi legelőről. Csak ugyan meghízott a nyáron, ráadásul lett hat kövér malackája is. Kikelt a farkas a bokorból, s elébe toppant a kocának. Derékállat vagy, hogy nem csaptál be, mondta neki a farkas. Most gyere, hadd egyedek meg! Egész nyáron, rád tartogattam a hasamat. Tudod, farkaskoma, ha be akartalak volna csapni, felelte a koca, akkor nem ezen az úton jöttem volna. Azonban még egy napig várnod kell. Ugyan mire? Tudakolta a farkas türelmetlenül. Fönt a hegyekben nem volt pap, magyarázta a koca. Ezért a hat kicsi malacom nincs megkeresztelve. Most nem megyek a faluba, és megkereszteltetem a malackáimat. Ezért kérlek, hogy várj még egy napig. Nem vette volna a lelkére a farkas, hogy a hat kicsi malac az ő falánksága miatt ne legyen megkeresztelve. Szólt hát a kocának, hogy rendben. Vigyel a paphoz a malacokat, kereszteltesse meg őket, aztán térjen vissza, mert ő már fölött fölöttébb éhes. Hajolj csak ide, farkaskoma, biztatta a koca. Megsúgom, melyik malacot milyen névre kereszteljük. Oda a farkas oldalvást, ekkor a koca megragadta a fülét, s nagy erővel rángatni kezdte a fülénél fogva jobbra, balra. Még a hat kismalac is neki esett, s úgy megtépték a farkast, hogy az örült, amikor nagy nehezen elmenekült. Alig szuszogta ki magát a farkas, feltűnt az úton a kos. Látszott, hogy nem vesztegette az idejét a hegyi legelőn, s szép kövéré gyarapodott. Csak ránézett, s a farkasnak mindjárt elrett a nyála. Isten hozott, kedves kos! Üdvözölte a farkas. Örülök, hogy épségben vagy, s megehetlek. De meg ne csúfoljám, mint ahogy a koca tette. Hogy csúfolnálak meg? Tiltakozott a kos. Hiszen azért legeléztem szorgalmasan egész nyáron, hogy te jól lakhass belőlem derékállat vagy. Csámcsogott a farkas. Hálából gyöngéden eszlek meg. Én is pont erre akartalak kérni, felelte a kos. Ne tépj, ne szaggas, ne rágj, hanem nyelj le egészben. Majd én ügyesen beleugrok a szádba. A farkas bólintott. A kos megkérte a farkast, hogy a fejét vesse hátra a száját, meg nyissa ki, amekkorára bírja. Akkor tud majd ügyesen beleugrani. A farkas így is tett. A kos pedig neki futamodott, s úgy felborította a farkast, hogy az hetet hempergett. Ekkor aztán a kos keresztül ugrott rajta, és elfutott. A farkasnak fájt mindene. Nagy búsan Visszakucorodott a bokortövébe, de nem sokáig pihenhetett, mert dobogást hallott. A ló ügetett arra felé. Végre megjöttél, üdvözölte a farkas a lovat. De te aztán meg ne csúfolj, mint a koca meg a kos. Ugyan bizony, farkaskoma, miért jöttem volna erre, ha meg akarnálak csúfolni? Felelte a ló. Hát akkor gyere ide, hadd egyelek meg gyorsan mondta a farkas. Mindjárt megehetsz ma gyorsan mondta a ló, csak hát a faluban menyegző van, és nekem kell a menyasszonyt körbehordoznom. De ne aggódj, hamarosan visszajövök, s akkor jól lakhatsz belőlem. Arra gondolt a farkas, hogy a kocát, meg a kost elszalasztotta. Ezért a lovat bizony nem ereszti szem elől, mert utóbb még az is csúfá teszi. Azt mondta hát, hogy megnézni ő is azt a mennyasszonyt. Gyere, nézd csak meg, felelte a ló, és intett, hogy újjön föl a hátára. Mikor a farkas már a hátán ült, a ló nekíramodott, és egy szusszantásra elérte a falut. Ott a nép csak ugyan esküvőre készülődött, aló megállott, és az emberek pedig neki a farkasnak. Agyba főbe verték, s alig bírt az erdőbe menekülni előlük. Így járt porul háromszor a megcsúfolt farkas.